Folytatódik a napi aktuális oktatási kérdésekről. Elsősorban a gyermekek gender ideológiával szembeni védelméről egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, több órán keresztül Pintés Andor belügyminiszterrel és a kormány több tagjával. A kormányfő szerint ugyanis a gender ideológia egy valós veszély. Vendégem Kozák András, a Nemzeti Pedagóguskar Országos Etikai Bizottságának tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Itt a, a veszély az teljesen kézzelfogható. A védekezés formája Minősége azonban már nagyon nehézkes. Hol van itt a, akár a politikai szereplők, de elsősorban mondjuk az iskolai igazgatók vagy tankerületi vezetők felelőssége, és hol meddig mehetnek el ezen a téren ön szerint? Hát a köznevelési intézmény a gyermekjóléti jelzőrendszernek a része ez nem csak jogosultság, hanem egy igen erős jogi kötelezettség is arra, hogyha bármi olyan tapasztalati tény jut az intézmény vezető, vagy az intézmény vezető révén bármelyik pedagógus, vagy nevelő munkát közvetlenül segítő, vagy egyéb alkalmazott révén tudomásra, amely Alappal arra enged következtetni, hogy a gyermekek, a tanulók veszélyeztetett helyzetben vannak, bántalmazásnak vagy súlyos veszélyeztető oknak vannak kitéve, akkor jelzési kötelezettség keletkezik a gyermekjóléti. Szolgáltatás végző intézmény, illetve, hát amennyiben kriminalizált ez a, ez a veszély, akkor a hatóságok felé, de hát a tapasztalati tények alapján eh, nyilván van egy eljárási kötelezettség. A nehézséget én abban látom, hogy az információk hogyan jutnak el az intézmény vezetőhöz, hiszen arról, hogy valami súlyos veszélyeztető ok áll fenn, vagy úgy szereznek tudomást az intézményülető kollégák, hogy ezt tapasztalják, látják, ez a ritkább eset, vagy pedig úgy, hogy a szülők bejelentése, megkeresése, vagy pedig az intézmény dolgozóinak jelzése révén jut el. Ugye mindazok a problémák, amelyek látensek maradnak, azok nyilvánvalóan semmiféle döntési folyamatban nem tudnak kezelésre kerülni. Én úgy gondolom, hogy a pedagógusoknak a felelőssége, és valamennyi intézményi dolgozónak a felelőssége, annak jogi relevanciája az, amit alaposabban tudatosítani kéne valamennyi intézményi dolgozóban, erre egyébként a nemzeti köznevelési törvény épp úgy kötelezi az alkalmazottakat, mint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló. Igen, tán. Orbán Viktor azt mondta, hogy ez a gender ideológia, ez nem egy hülyéskedés, ez nem egy jópofa marháskodás, hogy lánynak öltözött fiúk meg fiúknak öltözött lányok bemennek az iskolába érzékenyíteni a gyerekeinket. Ez nem egy ilyen trendi dumcsi, hanem ez egy veszély, amivel szemben meg kell védeni a gyermekeinket. Az biztos, hogy azért a tanárok nagy része megteszi ezt a fajta védelmet, vagy megtesz mindent annak érdekében, hogy a gyermekek védve legyenek az iskolában. Az a baj, hogyha van egy olyan eset, amit nem lehet, vagy szinte lehetetlen kivédeni, akkor mi a legfontosabb lépés? Hogyan lehet a leggyorsabban izolálni, meg felderíteni ezt a problémát ön szerint? Én úgy gondolom, hogy a probléma kezelésének két lényeges szakasza van. Az egyik a prevenció, vagyis a megelőzés. Ez alatt konkrétan azt értem, hogy az iskolának minden törvényes eszközzel, elsősorban a nevelési oktatási eszközökkel, az egészségnevelési program, a tantárgyi tartalmakban, foglalkozásokban beépülő, testi, lelki, egészséggel összefüggő nevelési célok mentén mindent el kell követni annak érdekében, hogy a gyermekek, a tanulók is világosan és egyértelműen fölismerjék azokat a veszélyeket, amelyeket a transgender elmélet tulajdonképpen az ő életük, lelki fejlődésük ellen intéz. Nem olyan nehezen detektálható jelek ezek. A másik lényeges, terület az interveniálás, a beavatkozás, amikor jelzések, illetve nyilvánvaló jelek, vagy akár az adott személyeknek a hivalkodó interneten, elektronikus platformokon történő kitárulkozás alapján kell lépni. Nem igaz az, hogy a pedagógusnak, az intézményi alkalmazottnak a munkaidején kívül különböző elektronikus platformokon, saját név alatt futó profilokon keresztül vett megnyilvánulásai az ő szűkebben vett intim szférájához tartoznak, hiszen ezek kommunikált tartalmak, ezeket gyermekek, tanulók elérhetik, amelyek arra alkalmasak, hogy az ő életkorukból fakadó az adott tartalmakat nem helyesen interpretálók is lelküket, értelmüket mérgezik. A transgender ideológia egy támadás mind az ellen, ami az ember, mint természetes lénynek a fejlődését és a egészséges létét jelenti. Testet, lelket, gyilkoló ideológia és gyaláz. Azért is fontos ez a kérdés, mert a egészen kiskort, a kisgyermekek is az általános iskolában mehetnek, nevelési tanácsadóhoz általában van iskolapszichológus, de a tanárokhoz is fordulhatnak ilyen problémával. Nagyon nehéz ugye felkészíteni a tanárokat arra, hogy, hogy valóban a tanítás mellett ez a fajta lelki tanácsadás is jól működjön. Azért a legtöbb tanár veszi a fáradtságot. Mi van akkor, hogyha a gyermek úgy érzi, hogy nem segítenek neki elég a gyermeken? Hogyan lehet ilyenkor segíteni ön szerint? A gyermeknek számos lehetősége van arra egy nevelési oktatási intézményben, hogy az ilyen jellegű problémáit olyan személynek mondja el, aki számára megbízható, nem csak az osztályfőnök, vagy egy általa választott pedagógus, hanem iskola, pszichológusok, iskolai, szociális munkás, gyermekvédelmi feladatokkal megbízott pedagógus kollégák segítik ezt a munkát, mentál, foglalkozásokat tartanak, illetve az iskola rendőrprogram keretén belül is, tehát külső szakemberi segítség révén is nagyon sok olyan lehetőség áll a gyermekek, tanulók rendelkezésére, amely ezt a problémát számukra is közölhetővé teszi. És hát természetesen nagyon fontos, a pedagógusok mindezt felkészülten fogadják. Nagyon sok higién és továbbképzés van, áll lehetőségként a pedagógusok előtt, amit az oktatási hivatal szervez, és amely garancia arra, hogy egy ilyen helyzetben, mint lélektani, mint egészségnevelési vonatkozásban tényleges segítséget nyújtsonak. Én is nagyon fontos, a, a szülőknek a, nem is a felelőssége, sokkal inkább ez, hogy nekik milyen bejelentési lehetőségeik vannak, hiszen az a legrosszabb talán, amikor egy szülő a gyanú perrel élve azonnal berohan mondjuk az igazgatóhoz, és lehet így fogalmazni, kiveri a balhéte miatt. Tehát mindig egy nagyon érzékeny kérdésről van. A szülők hogyan tudnak a legjobbat cselekedni, hogyha mondjuk egy ilyet közölni akarnak, vagy esetleg megelőzni egy ilyen, egy, egy ilyen problémát? Minden nevelési oktatási intézmény kötelezően kidolgozza a panaszkezelési szabályrendjét, amely egyértelműen és világosan meghatározza azokat az eljárási teendőket, amelyek egy panasz, tehát valamilyen kifogásolnak tart, tartott cselekmény esetén a szülők rendelkezésére állnak. Hát nyilván van a panaszt, a problémát ott kell kezelni, ahol az kialakult, hiszen akkor leghatásosabb a kezelésnek a lehetséges eredménye. Így az osztályfőnök, az adott esetben mentortanár, majd a ugye az igazgató, illetve az intézmény vezetői szinten nem kezelt vagy nem elfogadott panaszok esetében az intézmény fenntartója az, ami eljárni jogosult, tehát ez esetben már egy másodlagos jogorvoslati fórumként lép be a hát számos kidolgozott, helyileg az intézményre specializált eljárási szabály van erre. Kozák András, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.